akár az ukránoknak lehet érdeke, lehetne érdeke az, hogy egy ilyenfajta eszkalációval egy beavatkozást kényszerítsenek ki önmaguk mellett. Azt látjuk, hogy ennek a történetnek az maga tragédiájával együtt a valódi haszonélvezője Oroszország. Most teremtik meg azt a casus bellit, aminek az eredményeképpen az oroszok elkezdenek egy háborút. Folyamatosan friss tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra. Nagy szeretettel köszöntöm a Mandiner nézőit és hallgatóit, én Póca István vagyok, ez itt pedig a Stratéga, Horváth József biztonságpolitikai szakértővel az Alapjogokért Központtól. Szervusz, köszöntelek, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Szervusz, én is köszönöm a meghívást. Onnan indítanám a beszélgetésünket, hogy a hírekből az következik, hogy az iszlám állam magára vállalta egyrészt az oroszországi terrortámadást, másrésztről pedig olyan felvételek jelentek meg, saját felvételek jelentek meg, amely a sajtó szerint minden kétséget kizáróan rendezi azt, hogy valójában az iszlám állam követte ezt a terrorcselekményt. A kérdésem az lenne, hogy egyrésztről, hogy minden kétséget kizáróan kijelenthetjük, hogy ők voltak és csak ők voltak, és a kérdésnek a nehezebb része pedig az lenne, hogy miért támadja meg az iszlám állam Oroszországot? Hát én most kezdeném a második részével, hogy miért támadja meg, hiszen a hírek szerint az iszlám államnak ez a Khorasan régióról elnevezett alvállalkozása, amelyik a közép-ázsiai térségben, Afganisztán és a volt szovjet tagköztársaságokban tevékenykedik, ez hajtotta végre ezt a támadást. Aki ezen a területen, úgy mondjam, otthon van, a volt szovjet tagköztársaságokban, ergo onnantól kezdve pedig már Oroszország felé viszonylag könnyű útjuk lehet, hiszen tudjuk azt, hogy a volt szovjet tagköztársaságok jelentős munkaerőt ad, vendégmunkásokat ad Oroszországnak, Moszkvának főleg, hiszen ott a legjobbak a jövedelmi viszonyok, legmagasabbak a keresetek. Tehát ebből a szempontból, hogy ezek a iszlám radikálisok beszivárogjanak Oroszországba, Oroszország szívébe, ez jelentősen megkönnyíti nekik. Ez a kérdés második fele volt. Bocsánat, ez a technikai része csak a kérdésnek. Mert hogy a kérdésem az továbbra is az, hogy az iszlám állam miért támadja Oroszországot, hiszen az iszlám államnak elsősorban az elmúlt években, hogyha visszagondolok, a nyugati világgal volt problémája. Sokan meg Oroszországot nem sorolják a nyugati világhoz. Vagy mégis az iszlám állam oda sorolja? Igen, hiszen a keleti kereszténységnek az egyik bástyája. Oroszország, ne felejtsük el. Másrésztről pedig Oroszországon belül is él egy jelentős muszlim kisebbség. Például ezt kevesen tudják, hogy a orosz hadseregben 20%-a a muszlim katonáknak az aránya. És azért, ha visszanézünk a Szovjetunió szétesése óta eltelt időszakra, akkor azt látjuk, hogy főként a kaukázusi térség iszlámvallású népei közében azért az iszlám radikalizmus az termékeny talajra talált, számtalan terrorakciót hajtottak végre, szentpétervári metró elleni támadástól, moszkvai színház elleni támadáson keresztül, Csecsenföldön láttuk ott, hogy iskolában túlszejtésig, ami mind-mind tragikus végkifejlettel járt. De hogy a kérdés első felére visszatérjek. Hogy biztos, hogy az iszlám állam volt-e? Én nekem van olyan érzésem, hogy minden bemutatott felvétel ellenére most mi itt egy patyonkin falut látunk, hogy stílszerű legyek. Tehát, hogy valamit mutatnak nekünk, amit láttatni szeretnének, hogy higgyük el, de én nekem a kérdések szaporodnak ezzel. Megmondom miért. Az iszlám államról idáig nem tudtuk azt, hogy zsoldosokat toboroz. Ugyanis itt az első vallomásokból azt tudjuk, hogy akár 2 millió forintnyi rubelt is ígértek ezeknek az állítólagos tádzsikoknak, hogy hajtsák végre ezt a merényletet. Ők meglehetősen kevés pénz ahhoz képest, hogy mekkora kockázat. Egyrészt. Másrészt azért. Az iszlám állam idáig hithű, meggyőződéses harcosokat toborzott, akiknek azt ígérték, hogy majd a túlvilágon micsoda fényességes jövő vár rájuk, de azt, hogy ők előre pénzt kapjanak, erről sosem volt szó. Ez egy újdonság. Ahogy az, hogy ezek a harcosok az iszlám állam nyugat-európai támadásainál
vagy öngyilkos merénylők voltak, mert robbanó mellény adtak rájuk, és a támadás végén önmagukat is felrobbantják, hogy még több áldozatot vigyenek magukkal a túlvilágra. Vagy, és nem lehet kihallgatni őket. Így van, vagy B-verzió, hogy szándékosan tűzharcban kell, hogy elessen, ezáltal szintén a mennyországba jut. Itt nem ezt látjuk. Az iszlám állam támadásainál egy dolog mindig ott volt, hogy Allah Akbart kiáltottak. Itt egy ilyen kiáltás nem hangzik el. Az iszlám állam támadásainál döntő-döntő részében a harcosaik fekete ruhába öltöznek. Itt egy világos, homokszínű, majdnem azt mondja, sivatagi terepruha van rajtuk. Nem az a ruha van rajtuk. Nem visznek magukkal az iszlám állam zászlaját. És számos helyen ott hagyják. Tehát, és még ha gondolkodnánk, akkor valószínű, hogy még 5-6 érvet tudnék mondani, hogy amilyen nekem ez sántít. Ugyanígy azt mondhatom, hogy ugye az iszlám állam esetében azt is tudjuk, hogy ők általában 2 vagy 3 lépcsős támadásokat terveznek. Itt az orosz biztonsági szervek például megtalálják az autót, amivel a helyszínre mennek, benne fegyver, robbanószer. Az iszlám állam esetében, amikor kiérkeznek a mentők, a rendvédelmi szervek, ilyen autókat föl szoktak robbantani. Nem hagyják ott. Szándékosan olyan helyre parkolják le, hogy újabb áldozatokat szedjen, lehetőleg a rendvédelem és a mentők közül, tehát az állam emberei közül. Itt ez sem történik meg. Illetve a végén ugye látjuk az oroszok felvételeit, hogy egy Renault Thaliával menekül a 4 elkövető. Ez meg olyan, mint egy ilyen gyengéske francia filmvígjáték, amikor a balfék bűnözők egy Renault Thalia akár 1.4-es vagy 1.5-ös dízellel elszántan menekülnek a rendőrök elő. Ha nem lenne ilyen szörnyű bűncselekmény, azt mondanám, hogy ez egy ilyen tragikomikus dolog. Plusz nem cserélnek autót menet közben. Tehát mondhatjuk, hogy tök amatőrök voltak? Hát, vagy legalábbis nem fogták föl, hogy mit csinálnak, nem voltak tisztában azzal a súllyal, amit elkövetnek, és utána a végkifejletnél is szerintem ugye az első vallomásokból az is kiderül, hogy itt volt egy irányító, egy ilyen szellemszerű, aki őket kvázi beszervezi, meg volt egy Abdullah, aki az összekötő volt, tehát olyan, mintha most a saját szakmámra közelítek, mint egy idegenzászlós művelet. Tehát amikor pont ezt akartam kérdezni. Jól megszervezi egy profi csapat, és lehet, hogy ez az iszlám állam volt, ne zárjuk ki, de hogy a kézjegye a végrehajtás illetően nem az ő eddigi műveleteire mutat, azt kimerem jelenteni. Tehát összességében nekem úgy tűnik, hogy az egész sornak a végén azáltal, hogy nekiállnak a Renault Thaliával és Ukrajna irányába több száz kilométert autóznak. Ilyenkor, hogyha ez a menekülési történet, vagy 12,5 milliós nagyvárosban el lehet bújni, tudjuk. Szalábdeszlámról látjuk, hogy hosszú időt el lehet tölteni, úgyhogy nem találják meg a hatóságok. Megvannak erre a technikáik, tudják ezt a iszlám radikálisok, hogy elbújjanak. Illetve még egy, és itt befejezem. Úgy hagyják végre ezt a terrortámadást, hogy az útleveleik ott vannak. Tehát ez mind-mind olyan, amire azt mondom, hogy nekem túl sok a jóból. A hírekből arra is lehet következtetni, vagy hát elég világosan tudható, hogy a Kreml szerint továbbra is Ukrajna áll a háttérben. Akkor ez szerinted ezek miatt van? Mert igazából most, hogyha kiinduló pontnak veszem azt, amit mondasz, hogy sok területen vagy sok ponton sántít a történet, akkor alapvetően két irány nyílik. Az egyik irány az az, hogy Ukrajna vagy valamilyen más külső ország áll a történet mögött, vagy van ugye a másik, az abszolút összeesküvés elmélet, de láttam, találkoztam ezzel is az interneten, hogy valójában az oroszok csinálták saját maguk ellen, hogy kicsit jobban összekapják a hadsereget, meg hogy Ukrajnával szemben legyen még egy újabb eszközük, amivel lehet mutogatni, hogy az ukránok milyen gonoszak, megtervezték ezt az akciót. Bármelyiket elképzelhetőnek tartod? Elméletileg igen. Ugyanakkor, ha gyakorlati oldalról nézem,
Ha ez az akció az orosz elnök választás előtt történik, amire egy ilyen sikeres, azt kell mondjam, hogy hiszen 24 órán belül elfogják az elkövetőket, plusz már az első kapcsolati háló is börtönben van. Erről már videókat látunk, van köztem, amelyik szörnyű, van, amelyik kevésbé. Akkor akár mondhatnánk azt is, hogy igen, az oroszok pont azért, amit te mondtál, hogy összerántsák az országot, felsorakoztassák magukat a elnök mögött, el lehetne elméletileg képzelni egy ilyet. Az elnök választás után egyik oldalról azt gondolom, hogy ebben kevesebb észérvet tudnék felsorakoztatni. Másrésztről azért azt ne felejtsük el, hogy Vlagyimir Putyinról sok rosszat el lehet mondani, nyugatról el is mondják, vagy most az ukránok is elmondanak sok mindent, de ő egy, talán mondhatjuk így, hogy egy orosz nacionalista. Ő a nemzetét helyezi az első, meg a második, meg a harmadik helyre is. Ezért ugyan ő egy titkosszolgálati ember, akiről hajlamosak az emberek minden gonoszt elképzelni, de azért azt nem gondolom, hogy egy ilyen szörnyű támadást a saját politikai céljaira felhasználna. Ez azért azt gondolom, hogy erre nincs szüksége Vlagyimir Putyinnak. Látjuk a választási eredményeket, hogy ez enélkül is milyen. Tehát akkor ezzel azt mondod, hogy meglehetősen alacsony a valószínűsége, igen, annak, hogy az oroszok van, voltak. Pontosan így van. És hogyha másik oldalt nézzük? Ha másik oldalt nézzük, akkor egyik, itt két érvet tudnék hirtelenjében mellett felsorakozni, aztán majd mondom az ellenérveket is. Az egyik az az, hogy az amerikai nemzetbiztonsági főtanácsadó Kirby túl gyorsan nyilatkozott szerintem. A támadás után egy-két órával már ő azonnal lenyilatkozta, hogy hát nekik nincsenek információik a tekintetben, hogy ezt az ukránok követték volna el. Bocsánat, itt egy pillanat rájön meg, ez mit jelent? Hogy mit jelent? Tehát ez azt jelenti, hogy az ő titkosszolgálatuknak nem volt információja, vagy felhívták az ukránokat és megkérdezték, hogy ti voltatok? Ez egy jó kérdés, vagy az ott lévő tanácsadóikat fölhívták a CIA-től, mert ugye már azt is tudjuk, hogy mondjuk a frontvonal közében van 12 CIA bázis, lehallgatóközpontok, akkor feltételezzük azt, hogy Kijevben is ott vannak a szakemberei, tehát a saját szakembereiket is megkérdezik. Ne zárjuk ezt ki. Ugyanakkor a gyorsaság miatt én azt gondolom, hogy az Egyesült Államok számára most ez lenne a legrosszabb forgatókönyv. Tehát én azt látom most, hogy az Egyesült Államok vezetése az elnökválasztás felé közeledve nem szeretné azt, hogy most eszkalálódjon ez a helyzet. Pont ezt akartak az elméleti politikai döntést hoztak. És hogy nem várták meg a szakmai információkat, meg a hírszerzésnek az információit, hanem gyorsan az eszkalációt elkerülve egy politikai kommunikációs döntés született. Ide akarok pontosan kiukadni, egyetértek veled. Már csak azért is, hiszen néhány nappal ezelőtt szintén volt egy ilyen kiszivárogtatás az amerikaiak részéről, miszerint Zelenszkij elnöknek a figyelmét finoman felhívták arra, hogy ne támadjon orosz energetikai célpontokat, mert az fölveri a kőolaj árát, és a választások előtt az nem lenne jó az Egyesült Államoknak. Tehát nem példanélküli ez, ami kiszivárog. Egyébként is azt gondolom, hogy viszonylag szoros a kapcsolat és a eligazítási sor az ukránok felé az amerikaiak részéről. Tehát összességében azt gondolja, hogy az amerikaiak szerettek volna elé menni ennek a történetnek. Ukrán részről az ukrán katonai hírszerzésnek a szóvivője szintén nagyon gyorsan nyilatkozott, talán túl gyorsan, hogy az ukrán titkosszolgálatok soha nem hajtanak végre ilyen műveletet, és nekik semmi közük nincs hozzá. Ami viszont de facto nem igaz. Hiszen néhány hónappal ezelőtt maguk az ukrán polgári és katonai titkosszolgált is szinte eldicsekedett vele, hogy mind a ketten létrehoztak egy-egy olyan egységet, amelyik ilyen határon túli műveletekre lett kiképezve, felkészítve, felszerelve, ahogy ők mondták, hogy puha célpontok ellen. Emlékeztetnék arra, amikor bő másfél éve felrobbantották Duginnak a lányát autóstól, egyébként pedig számos ilyen akár orosz katonatisztek ellen is orosz területen végrehajtott támadások vagy is volt történtek. Ukrán, vagy tisztek, vagy politikai vezetők. Így van, akik árulónak minősültek az ukránok szemében. De ők mégiscsak valamilyen szinten katonai célpontok. Hát a Duginnak a lánya, vagy maga Dugin azért az inkább egy politikai célpont volt, de és
De azért a katonai, meg a politikai, ehhez képest azért a civil az nagyon más, mert itt nem látjuk azt ebben a támadásban, hogy valamilyen politikai így cél, vagy elve sem tudjuk, hogy kik haltak. Pontosan. Meg, aztán lehet, hogy valaki meghalt, akiről nem tudunk. Nem, tehát nem. Azért az túl sok lenne azért, hogy most mit tudom, 150 áldozat, meg 100 sebesült azért, mert hogy egy célpontot kiiktassanak, azért az túl nagy ár lenne, és látjuk aznak a utóhatásait, hogy az túl nagy árat fizetne érte Ukrajna adott esetben. Tehát ez kétségtelen, amit mondasz, ez igaz, ez akár gyengítheti is az ukránoknak a jelenlétét ebben a műveletben. Ugyanakkor ne zárjuk azt ki, pont azért, hiszen látjuk, hogy a fronton milyen ingataggá vált a helyzet. Lőszerhiány van, emberhiány van az ukránoknál, az amerikaiak részéről beígért 65 milliárdos támogatás, ami lőszert jelentene, fegyvert jelentene, azt a kongresszusban megfenek lett. Európai Unió azt a havi 1,5 milliárd eurónyi pénzt tudja utalni, amely arra elég, hogy működtessék az ukrán államot félgőzzel. Európai államok még söprik ki egymás után a raktárak távoli sarkait is, hogy még találnak-e lőszert benne, vagy fegyvert, amit ki tudnak küldeni Ukrajnának. Tehát másrésztről, és ez, ha még hozzáteszünk persze Macron és a mögötte állóknak a karcsörtető nyilatkozatait, hogy majd akár katonákat is küldhetnek, éppen a fronton kialakult kritikus helyzet miatt akár az ukránoknak lehet érdeke, lehetne érdeke az, hogy egy ilyenfajta eszkalációval egy beavatkozást kényszerítsenek ki önmaguk mellett. Tehát összességében én erről az egész tragikus történetet úgy látom, mint egy ilyen vetített árnyjátékot, hogy látunk árnyakat, és azt hiszük róla, hogy most egy csacsi, egy farkas, nem tudom milyen állatok vannak, de közben csak két kéz csinálja ezt, és nem látjuk azt, hogy ez a két kéz most miért teszi azt, amit tesz. Tehát végeredményben, ha mindezektől elvonatkoztatunk, viszont azt látjuk, hogy ennek a történetnek az maga tragédiájával együtt a valódi haszonélvezője Oroszország. Hiszen láttuk azt, hogy a támadás után néhány órán belül egyrészről az utca emberei ott állnak sorba, hogy vért adjanak hosszú-hosszú sorokban. Másrészről nyilván propagandisztikus céllal az ukrán, illetve az orosz média megszólaltatja az utca emberét Moszkvából, meg vidékről is, és mindenki azt mondja, hogy meg kell bosszulni, és ez aztán most nagyon szörnyű. A bosszú egy nagyon jó, vagy hát idézőjebb nagyon jó pont, méghozzá azért, mert az ember azt várná egy ilyen hatalomtól, hogy akkor gyorsan lép, és nagyon határozottan lép, és nagyon, hát nagyot lép. És ugye, amit lehet tudni a támadásról, hogy tádzsik elkövetők voltak. Amit a tádzsik kormány cáfol. Igen. Tehát ő csak azt mondja, hogy tádzsik útlevél létező személyeké, akik otthon vannak Tadzsikisztánban. Tehát nem számítottál, vagy nem számítasz arra, hogy itt rövid időn belül valamit el fognak indítani, valami katonai akciót, valami megtorlás, mert hogy gondolom Putyin is, meg valószínűleg az orosz emberek is hát bért kívánnak. Igen, nyilvánvaló, ugye Medvegyev azonnal ki is állt, hogy itt akkor az ukrán vezetést milyen szörnyű bosszú fogja utolérni. Jó, de hát Medvegyev mindig túltolja a kelékpárt, igen. Ő a rossz rendőr ebben, igen, a leosztásban. Ugyanakkor, ha belegondolunk abba, hogy nyugati hírforrások azt mondták, hogy a orosz elnök választás után mintegy 300 000 főt akar mozgósítani az orosz hadsereg, hogy egy ellentámadáshoz kellő emberanyaggal tudja azt a fajta első lökést megadni, hogy a frontot átszakítsák. Most játszunk el azzal a gondolattal, hogy ezután a terrortámadás után mondjuk azt mondják politikusok, akár az elnök, hogy nem rendelünk el újabb mozgósítást, hanem várjuk a hadsereg soraiba szerződésesként, önkéntesként az orosz hazafiakat. Láttuk, amikor egy jó egy évvel ezelőtt az oroszok hasonló lépést tettek, akkor a megcélzott 300 000 helyett több mint 400 000-en jelentkeztek az orosz hadseregbe.
Tehát összességében én nem tartom kizártnak azt, hogy ezáltal megteremtik annak a hangulati aláfestését, hogy az orosz emberek most önként jelentkezzenek a hadseregbe, és nem kell sorozást elrendelni. Illetve még egy dologra hívnám fel a figyelmet, hogy szinte a támadás előtt, vagy azután néhány órával az orosz elnöki szóvivő a Peszkov, aki egy profi. Ő először beszélt háborúról, és nem azt mondta, hogy különleges katonai művelet. Tehát lehet, hogy most teremtik meg azt a casus bellit, aminek az eredményeképpen az oroszok elkezdenek egy háborút Ukrajnával szemben. Miben lenne más, mint ami eddig volt? Hát én ezt többször elmondtam, a meggyőződésem szerint az oroszok tudatosan használták ezt, hogy nem háború. Egyrészt azért, hogy az ukrán polgári lakosság felé is demonstratíve üzenjenek, hogy a testvérnéppel gyakorlatilag ők ugye azt mondják, hogy az ukrán is orosz, csak éppenséggel a történelem szelejé kicsit arrébb sodorták őket, és most a nyugatiak meg átporfilírozták őket. Egyrészt ezért, másrészt pedig az oroszok, én azt gondolom, hogy egy totális háborúval nem akarták a világ ellen szemét sem magukra húzni. Harmadrészt pedig abban a hitben éltek, ami lehet, hogy egy naív hit, majd ezt a történelem eldönti, hogy miért bombázzanak tönkre, vagy lőjék tönkre ezt az egész országot, mikor úgyis elfoglalják. De ahhoz, hogy magasabb szintre kapcsoljanak, ahhoz kellene valami bizonyíték, amit a nyugat is elfogad, nem? Hogy a nyugat elfogadja, az nem szükséges. És ezért mondom, hogy most igazából... Tehát azt mondta, hogy már nem régebben érdekelte őket, igen, amikor indították a háborút, és elnevezték, igen, különleges katonai műveletnek, akkor még érdekelte őket, most már nem érdekli őket, hogy mit gondol a nyugat. Így van, pontosan a Macron-féle megnyilatkozások után. Mert azért azt se felejtsük el, hogy erre az oroszok mit mondanak, képviselőház vezető, akkor minden franciát meg fogunk ölni. Tehát nagyon durva válaszokat toltak erre. Tehát összességében én azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben az oroszok kezében van egy olyan lap, ami mindent üt. Mert azt mondhatja, és látjuk, hogy megkezdik azonnal a gőzerővel a kihallgatását ezeknek az embereknek. Na most azt gondolom, hogy kevesen vannak ezen a világon, akik most azzal a 4 vagy 11 emberrel cserélnének. Akik látták a videókat, igen. Igen, igen. És ez még csak az előjáték. Tehát, és mivel az oroszok kezében vannak, ezek után, hogy milyen vallomások fognak a végén ezeknek az embereknek a szájából elhangzani, olyan, ami az oroszok érdekeivel egybeesik. Tehát magyarán addig verik őket, amíg azt nem mondják, hát, amit lehet, hallani már szeretnének. Nem kell verni, hanem csak inekciót kell kapni, vagy éppen a családtagjaikat kell fényképét bemutatni. Tehát sok eszköz van még a fizikai verésen túlmenően is. De hogy el fogják mondani azt, amit az oroszok hallani pontosan akarnak. Így van. Én azt gondolom, hogy igen. És amit az előbb mondtam, hogy az oroszokat, hogy most a nyugati politikusok elhiszik vagy nem, az számukra egy másodrendű. Ehhez hozzátenném azt is, hogy viszont az érdekli őket, hogy a közvéleményt, a nemzetközi közvéleményt meg tudják-e győzni, hogy itt egy olyan szörnyű támadás történt, amire nekik választ kell adni, és ez mint egy alá is támasztja a későbbi keményebb katonai fellépésüket. És ehhez most valljuk be, hogy olyan nagy és színes légömböt fújnak föl és rajzolnak elénk, amilyet kedvük tartja. Éppen ezt akartam kérdezni, és az utolsó kérdésem is ez lenne, hogy szerinted most mi következik? Ugye hétfőn délután beszélgetünk, igen, kedden vagyunk adásban, sok minden történik. Igen. Mi a következő szerinted? Én azt gondolom, hogy itt megint az orosz vezetésnek az elmúlt 2 éves lépéseit látva, szemben a nyugati kommunikációval, nem várok ideges és gyors reakciókat. Tehát nem gondolom azt, hogy most idegből azt mondják, hogy holnap akkor, mert tessék, itt vannak a megdönthetetlen bizonyíték, hogy a ukránok állnak-e mögött. És megindul az orosz harci gépezet gőzerővel. Én úgy gondolom, hogy ha valamikor most nem végtelen, de van idejük arra, hogy ezt a szenáriót fölépítsék, és úgy tudatosítsák, mielőtt megteszik ezeket a lépéseket.
Tehát én azt látom, hogy az orosz hadsereg, az orosz gazdaság, az orosz politikai élet olyan állapotban van, hogy egyébként megtehetik. Megtehetik. Tehát, de hogy nem első reakcióból és ahogy te mondtad, hogy most a bosszú sarkalta indulatból fognak lépni, abban biztos vagyok. Tehát azért, ha a katonai műveleteket nézzük, azért arra föl kell készülni, még hogyha már tudjuk, hogy ki is vittek rengeteg harci anyagot, lőszert, fegyvert, stb., de mégis azt a katonáknak, hogy meghatározzák az új feladatokat, új célpontokat, kijelöljenek akár egy drasztikusabb bombázásokhoz, sok minden egyébhez, ahhoz azért föl kell készíteni a hadsereget tervezés szintjén is. Tehát összességében én azt gondolom, hogy egy kemény választ várhatunk, hogyha úgy dönt az orosz vezetés, mert ez az ő döntésüktől függ most már csak és kizárólag, hogy erre az ukrán vonalra húzzák rá ezt az egész történetet, mert onnantól kezdve ezt ők fölépítik, a kommunikációs csatatéren átveszik a kezdeményezést, és utána jöhetnek majd a katonai lépések. Rágus szemmel figyeljük a továbbiakat. Horváth József, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és köszönjük szépen, hogy követtek bennünket, de még ne kapcsoljanak el, mert folytatjuk szintén hasonló témákkal a stratégia második részében. Az, hogy az orosz hatóságok az elmúlt időszakban folyamatosan rendszeresen állították, hogy Moszkva a világ egyik legbiztonságosabb helye. Most az orosz hatóságok már ezt a verziót nem erőltetik, hogy Ukrajna állna a háttérben, vagy Ukrajna szervezné. Ez a merénylet okot fog szolgáltatni arra, hogy visszavezessék a halálbüntetést. Ahogy a szovjet korszakban is, ugye volt halálbüntetés. Folyamatosan friss tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra. És folytatjuk is a Mondénél Stratéga című műsorunkat, de maradunk a témánál, maradunk az oroszországi terrorcselekménynél. Vendégem pedig Bendarzsevszky Anton, az Ökonomusz igazgatója. Szervusz Anton, köszöntelek, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Szia, szervusz, köszönöm a meghívást ismét. Az első kérdésem az lenne hozzád, ismerve téged, hogy az orosz sajtót elég gyakran böngészgetett, hogy mik a fogadtatásai ennek a hétvégi eseménynek, nyilván meg az azóta kiderült és felmerült információknak, és hogy az emberek nagyjából mit gondolnak, vagy mit várnak, vagy mit várhatnak az orosz vezetéstől. Szerintem érdemes szétválasztani az orosz sajtót, mint olyat, és az emberek reakcióit, és az orosz közösségi médiában folytatott reakciókat. Ugye a kezdeti reakciók ilyen teljes tanácstalanság, bizonytalanság volt, hogy mi történik az emberek körében. Aztán pedig, hát ez teljesen természetes, szerintem bármelyik országban így lenne a düh és a felelősöknek a keresése. És hát ki, ahogyan a saját politikai nézeteinek megfelelően a felelősöket különböző csoportokban látta, az orosz közösségi médiában és a Telegram csatornákon egyformán hibáztatták már az elejétől kezdve Ukrajnát, hibáztatták Vladimir Putyin politikáját, hibáztatták az Oroszországban az elmúlt évtizedekbe érkező bevándorlókat, úgyhogy igazából minden csoport, és hibáztatták a szélső jobb oldali úgymond ellenzéket is, tehát igazából minden csoport megkapta. Talán az ukránok többet kaptak, hiszen az orosz hatóságok is a kezdetektől összekötötték, próbálták összekötni a merényletet, esetlegesen ugye Ukrajna felelősségével, és ez azért az orosz közösségi oldalakon is tükröződött, tehát nagyon sokan vitatkoztak azon, hogy vajon akkor tényleg az ukránok felelősök-e, vagy közük lehetett-e hozzá, de ez abszolút lecsapódott az orosz közösségi médiában is. Eléggé úgy tűnik, hogy az oroszok azt a kommunikációt vitték és viszik, hogy az ukránok így vagy úgy, de valami köze van ehhez a támadáshoz. Kérdeznének, hogy a hétvége óta merült-e fel valamilyen bizonyíték, amit vele alá tudnák támasztani ezt a kijelentésüket, vagy vélekedésüket? Én azt gondolom, hogy nem, semmiféle bizonyíték nem merült fel, majd mert a Mandiner oldalán rendszeresen kommentelő kommentátorok majd jól megmondják, hogy de, mégis Ukrajna a felelős, de hogyha a tényeket nézzük, akkor a tények egyrészt azt mutatják, hogy Oroszországban eddig a
az ilyen tömeges civilek ellen elkövetett merényleteknek a 99%-a az szélsőséges iszlámisták által került megszervezésre. Ugye egy merénylet volt 2006-ban a moszkvai piacon elkövetett merénylet, ahol kvázi orosz náci csoportok a piacon dolgozó közép-ázsiai bevándorlók ellen követtek el merényletet, de alapvetően azon kívül a merényletek 99%-a radikális iszlámisták által volt elkövetve, tehát volt egy hosszú ilyen, úgymond, track record ebben. Aztán ugye az iszlám államnak az egyik radikális afganisztáni szárnya, a vilajet Horaszán vállalta magára a merényletet, aztán később publikáltak képeket, a hozzájuk kapcsolódó hírügynökség, az AMAK publikált fényképeket a merénylőkről, még a merénylet előtt, amikor készültek rá, ruhájuk ugye teljesen megegyezik a merénylőknek a ruhájával, aztán publikálták a testkamerás felvételeket is a merénylet során, ahol nagyon erőszakos képeket lehet látni, ahogy ugye közelről lövik az emberek, majd az egyik civilnek elvágják a torkát. Ezt is publikálta ez az AMAK, az iszlám államhoz kapcsolódó hírügynökség. Tehát van egy konkrét kapcsolat, van egy szervezet, amely felvállalta a felelősséget. Ugye a merénylők maguk tadzsik állampolgárok, muszlimok, tehát úgymond van egyfajta indíték is, bár ugye nem világos, hogy ők teljes egészében vallási okokból követték el ezt a merényletet, vagy ugye közrejátszott a felajánlott pénzösszeg is. Ugye jelek szerint... Itt egy pillanatot lehet, akkor álljunk meg. Méghozzá azért, mert engem nagyon érdekelne, hogy miért követték el ezt a merényletet. Most utaltál rá, hogy van egy több elmélet, csak hogy az iszlám állam miért támadja, vagy miért támadná meg Oroszországot. Ez az igazán izgalmas szerintem ebben a helyzetben. A nyugat esetében az elég világos volt az elmúlt időszakban, hogy a nyugattal szemben pozícionálták magukat, de hát sokan nem a nyugatként tekintenek az Oroszországra. Vagy az iszlám állam igen? Egyrészt ezért is próbálja összekötni Oroszország az ügyet Ukrajnával, mert ha bebizonyosodik az ellenkezője, már pedig bebizonyosodott az ellenkezője, akkor kiderül, hogy az orosz narratív, az orosz kép arról, hogy itt van egy globális összeütközés a nyugat és a globális dél között, és a globális dél alatt ebben a szövetségi rendszerben, amelyben Oroszország is próbál bekapcsolódni, részt vesznek az arab országok is. Tehát, hogy ebben a narratívában, ebben az összeütközésben kiderül, hogy hibás a narratíva, és nem beszélhetünk ilyen törésvonalakról, hanem az a globális dél is neki ment Oroszországnak ebben a merényletben. Ez az egyik. A másik, a közvetlenül ugye a kérdésedre a válasz, hát az iszlám állam az elmúlt években rendszeresen követett el merényleteket Oroszországban, utoljára 2017-ben egyébként, tehát ez most már 7 éve történt utoljára, de hát az iszlám államnak a működése, az eszköztára is ugye jelentősen csökkent, lényegében felszámolták. Maga Vladimir Putyin 2018-ban mondta, hogy az iszlám állam, mint kockázat, mint szereplő már nem létezik, már el van felejtve, elfelejthették, és az orosz hatóságok teljesen felszámolták az iszlám állam sejtjét Oroszország területén belül. Ahhoz, hogy megértsük, hogy az iszlám állam számára egyébként miért... Egy fél pillanat, meg egy keresztkérdés ehhez is, hogy akkor ez tulajdonképpen az elnökválasztás után vagyunk már, de azért Putyinnak a hitelességén egy csorba, hogyha valóban ezt korábban ennyire egyértelműen kijelentette, és most valóban az iszlám állam követte el. Hát egy két nyilatkozat is van, vagy három nyilatkozat is van, ami miatt abszolút mondhatjuk, hogy csorba. Az egyik az, hogy az orosz hatóságok az elmúlt időszakban folyamatosan rendszeresen állították, hogy Moszkva a világ egyik legbiztonságosabb helye, és az orosz hatalom garantálja az állampolgárok számára a stabilitást és a biztonságot. Ez most nem sikerült saját hibájukból vagy önhibájukon kívül, tehát itt mivel ezt ki kell elemezni. A másik volt ez a bizonyos amerikai nagykövetségnek a figyelmeztetése a március 8-án,
és ugye nem tudjuk, hogy egyébként a háttérben mennyire volt meg a kapcsolat. Az, hogy nyilvánosan tették ezt a figyelmeztetést, az azt jelzi, hogy egyébként a háttérben annyira rosszak voltak a kapcsolatok, hogy ezt nem a megfelelő nemzetbiztonsági csatornákon tették meg, hanem a nyilvánosság elé fordultak. Mindenesetre Vlagyimir Putyin utána kijelentette a választásokat követően március 19-én, hogy az Egyesült Államok az ehhez hasonló nyilatkozatokkal nyomást gyakorolnak Oroszországra, és félelmet keltenek az orosz lakosságban. Tehát Vlagyimir Putyin ott abban a nyilatkozatban megcáfolta ezt az amerikai figyelmeztetést is. És a harmadik, ugye, amiről beszéltünk, a 2018-as iszlám állam oroszországi területen lévő felszámolásról szóló nyilatkozat. Tehát ezek most minden bizonnyal nem jönnek jól az orosz hatóságoknak. És gyorsan megengedsz, akkor még folytatom, hogy az okokat, az iszlám állam működését. Tehát az iszlám államnak a működése hosszabb rekordra tekint vissza. Egyébként a Szocsi olimpián is volt figyelmeztetés a nemzetközi hatóság, nemzetközi nemzetvédelmi szervek részéről, és az orosz nemzetvédelmi szervek részéről, hogy ott is készülnek robbantások. 2014 és 2017 között több alkalommal különböző orosz városokban voltak egyébként az iszlám államhoz kapcsolódó merényletek, utoljára 2017-ben a Szentpétervári metróban. Minden esetben az iszlám állam vállalta a felelősséget. Alapvetően három oka van, három fő okot lehet beazonosítani, hogy az iszlám állam miért tud, az iszlám állam számára miért jó terep Oroszország. Az egyik, hogy él ott viszonylag sok muszlim lakos, 14-20 millióra köthető, a 14-20 millióra tehető az ő számuk, és az ő körükben a 90-es években nagyon erőteljes voltak a szeparatista törekvések, ugye elsősorban Csecsenföldön, Dagesztánban. Ugye Oroszország két háborút folytatott a csecsenföldi szeparatistákkal szemben. Ezekben a háborúkban Csecsenföldnek a nagyvárosait a földet tették egyenlővé, ugye Groznyban is több tízezer ember halt meg, hanem több, és teljesen földig gyalulták a csecsenfővárost. És azóta a békét Oroszország pénzzel vásárolja meg. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ezek a szeparatista gondolatok egyébként eltűntek volna a csecsenek körében, vagy az ingusok körében, de Moszkva nagyon sok pénzt fizet azért, hogy a csecsen hatóságok Ramzan Kadirovval az élen ezeket kordába tudják tartani, és beleilleszkedjenek ebbe az orosz központi rendszerbe. Ugye más kérdés, hogy esetleg... Ők is fogták el, ugye, a négy gyanúsítottat, ha jól tudom. Hát ők is benne voltak. Aztán benne voltak a Rozgvardjának az emberei, és benne volt egy másik zsoldos orosz szervezetnek az emberei is benne voltak ebbe az elfogásba, tehát ez egy ilyen közös akció volt. Tehát ezek a szeparatista törekvések ott vannak, ott lappanganak egyébként Oroszországban, nem lehet azt mondani, hogy teljesen eltűntek, sőt az iszlám állam megjelenésével ezek a terrorista, nem terrorista, radikális sejtek, ők elmentek Oroszországba, részben szándékosan próbálták őket kitessékelni az országból, elmentek építeni az iszlám államot, és ott megkapták a megfelelő kiképzést, megkapták a megfelelő harci tapasztalatokat, és a szakértők már 2017-18 környékén figyelmeztettek, hogy előbb-utóbb ezek az emberek vissza fognak térni Oroszország területére. A másik ok pedig az Oroszországban élő bevándorlóknak a helyzete. Ugye ezt a merényletet tadzsik állampolgárok követték el. A 90-es évek óta a közép-ázsiai országoknak a lakói rendszeresen dolgoznak Oroszországban, főleg az orosz nagyvárosokban, tadzsikok, kirgizek, üzbégek, kazahok, és az ő helyzetük fél illegális állapotban van. Eddig nem kaptak állampolgárságot, feketén voltak foglalkoztatva, most például megcsillant a lehetőség, hogyha beállnak katonának, akkor kapni fognak állampolgárságot, és sokan éltek is egyébként ezzel a lehetőséggel. Minden esetre nagyon rossz életkörülmények között élnek, és
ez is egy valós veszély volt, hogy az ő körükben is egyébként ezek a radikális eszmék teljes mértékben terjedhetnek. A harmadik ok pedig az, hogy Oroszország kivette a részét az iszlám államnak az iszlám állam megszüntetésében, tehát az orosz hadsereg, az orosz erők is a nemzetközi koalícióval akkor még részt vettek az iszlám állam Irak és Szíria területén történő felszámolásához, és ezt nem felejtették el az iszlám államban, a még létező sejtjeiben, ugye például a 2017-es szentpétervári robbantás is, annak a hivatalosan megnevezett oka az volt, hogy az iszlám állam ellen elkövetett támadásokat Oroszországon torolják meg a szélsőséges radikálisok. És itt van egy nagyon fontos dolog, amit látni kell a jelenlegi merélethez, az, hogy Oroszország ilyen szempontból a többi országhoz képest egy sokkal könnyebben megközelíthető tereppé vált, hiszen ott él nagyon sok radikalizálható muszlim, akiknek a körében terméként általára lelnek ezek a gondolatok. Miközben Oroszország 2022 után, Ukrajna megtámadását követően a nemzetközi együttműködési rendszerből, vagy legalábbis annak a nyugati elemeiből kiesett. Tehát azok a nyugati együttműködések, amelyek például működtek 2014-ben a Szocsi olimpián, vagy még 2018-ban is a moszkvai, az oroszországi foci világbajnokságon, ezek a ugye nemzetközi biztonsági szervezetek közötti együttműködések, ezek ma már nem működnek. Tehát Oroszország nem kapja meg megfelelően azokat az együttműködési információkat, amelyek itt a francia, vagy brit, vagy amerikai szolgálatoktól származik. Tehát Oroszország úgymond magára számíthat, vagy hát számíthat, mint a Kínára, vagy esetleg más bizonyos arab államokra. De látszik, hogy ez a fajta segítség, ez a fajta együttműködés, az közel sem olyan mértékű, mint ami korábban volt. Világos, egy gyors kérdés. Teljesen kizárod annak a lehetőségét, hogy az ukránoknak bármi közük volt ehhez a merénylethez? Hát nézd, teljesen kizárni semmi sem lehet, tehát egyik sem, elég lehetőségesen lehet teljesen figyelmen kívül hagyni. Én azt gondolom, hogy ennek a valószínűsége, hát ha nem is zéró, de valahol a zéró közeli. Eddig nem is volt, tehát Ukrajna tagadott mindent, persze ez még önmagában nem jelent semmit, de ugye egyik gyanúsított sem még a vallatások során. Ugye felkerültek ezek a videók, rendkívül erőszakos videók, ahogy az elfogás után vallatják ezeket a... Nyilván terroristákról van szó, tehát nem azt mondom, hogy nagyon sajnálom őket, miután 137 emberrel végeztek, de hát ezeket az embereket erőszakosan vallatják, és a vallatások során elmondják, hogy hogyan fogadták el azt a... nem tudom, minek nevezze, missziónak, vagy feladatnak, vagy nem tudom, minek lehetne ezt nevezni, hogyan fogadták el ezt. Nem is túl nagy összeg, ráadásul. Igen, tehát egy millió rubelt ajánlottak nekik fejenként, ez nagyjából 4 millió forint, ennek a felét kapták meg, 500 000 rubelt, ennek a felét kapták meg, a felét pedig utána kapták volna meg. Tehát a kínvallatások során sem mondtak semmit, ami bármilyen formában Ukrajnához kötni őket. Most az orosz hatóságok már ezt a verziót nem erőltetik, hogy Ukrajna állna a háttérben, vagy Ukrajna szervezné. Most azt a verziót mondta el Vladimir Putyin a tegnapi beszédében, hogy Ukrajna felé menekültek, mert hogy ott volt valami kapcsolattartó, aki biztosította volna azt a biztonsági folyosón, amelyen keresztül átjutottak volna. Hát most figyelmeztetem, vagy emlékeztetem pontosabban a minket nézőket, hogy Oroszország és Ukrajna között egy háború dúl, az orosz-ukrán határ jelenleg az egyik legvédettebb, Oroszország minden határszakasza közül katonák, fegyveres katonák őrzik, és egyébként egy 30-40 kilométeres mélységben aknamezők vannak. Tehát
ahhoz, hogy átjussanak az ukrán részhez, ha lett is volna bármiféle kapcsolattartó, amit erősen kétlem, ahhoz át kellett volna jutni az orosz katonákon és az orosz katonai részen. Miközben ugye a menekülési útvonalat tekintve ez a rész, ahol kilőtték az autójukat, aztán pedig ugye gyalogosan próbáltak menekülni az erdőben. Ez a rész közel fekszik mind Belarushoz, mind Ukrajnához, ahol az autót kilőtték, az közelebb van, mint a 19 kilométerre van Belarushoz. Aztán a meneküléseket folytatták valóban dél felé, de nekem a logika inkább azt mondja, hogy... Egyik se egy való, hogy is mondjam, legjobb menekülési útvonalat adnám, mert Belarusból is pillanatokon belül visszapaterolták volna, gondolom őket, hogyha az ottani hatóságok találják meg. Hát a Belarus és Oroszország között nagyon szoros az együttműködés, ez abszolút tény, nemzetbiztonsági szervek terén is, de hogyha valaki mondjuk azon gondolkodik, hogy az orosz hatóságok előtt próbál menekülni, akkor Belarus legalábbis átmenetileg egy ilyen ország lehet, hiszen mondom átmenetileg, hiszen nincs határellenőrzés, és ahova az orosz hatóságok keze azonnal nem ér oda, az például Belarus lenne, ne feledjük el, hogy egyébként a Wagner zsoldosai is, hát ha nem is menekültek, de a Prigozsin puccs után Belarusban lehettek menedékre, tehát, és ugye közel van Moszkvához viszonylag. Az persze megint egy másik kérdés, hogy hogyan tudtak megtenni több mint 370 kilométert, anélkül, hogy ugye megállították volna őket. Tehát ez egy egészen nagy távolság a merénylet helyszínétől. Sok itt a bizonytalanság, de utolsó téma, meg utolsó kérdésem az lenne, a nagyon egyszerű kérdés lenne, hogy és mit lép most Putyin? Ugye egy dolgot lehet tudni, hogy a héten össze akarja hívni a biztonsági tanácsülését a merénylet miatt. De mi az, amire még lehet számítani? Mit fog lépni az orosz elnök? Valamit lépnie kell, vagy szükséges, nem? Mindenképpen lépni fognak valamit. Én arra számítok, több dologra lehet számítani. Mindenképpen a ilyen biztonsági intézkedések, ezek már most részben megvannak, megtették. Ugye, nyilvános rendezvények, bevásárlóközpontok vagy bezárásra kerültek, vagy részlegesen bezárásra kerültek, de én arra számítok, hogy a merénylet lehetőséget ad, vagy újabb lehetőséget ad, vagy indokat ad az orosz hatóságoknak arra, hogy szigorítsák a biztonsági körülményeket, még több megfigyelés, még nagyobb kontroll mondjuk a közösségi oldalak felett. Tehát ezek sajnos benne vannak, hát sajnos az orosz lakosság számára benne vannak a pakliban. A másik dolog, amit el lehetne mondani, az a halálbüntetésnek a feszegetése. Ugye Oroszországban hivatalosan nincs halálbüntetés, pontosabban van, csak moratórium alá van helyezve, utoljára 1996-ban volt végrehajtva Oroszországban az utolsó halálbüntetés, azóta Oroszország csatlakozott az Európa Tanácshoz, 1999-ben, amely nem teszi lehetővé a tagjai számára, hogy halálbüntetést hajtsanak végre. De 2022-ben az Európa Tanácsból kirakták Oroszországot, tehát úgymond ez a fajta korlátozó tényező. Ez már nem akadály, így van. És az elmúlt években mindig is voltak diszkusziók az orosz társadalomban, hogy bevezessék-e, vagy visszavezessék-e, vagy eltörőjük-e a moratóriumot. Eddig nem lett belőle semmi, de egyre inkább azt érzem, hogy ez a merénylet okot fog szolgáltatni arra, hogy visszavezessék a halálbüntetést. Ahogy a szovjet korszakban is ugye volt halálbüntetés, és egészen 1996-ig volt halálbüntetés, ezt most is tartok tőle, hogy ezt vissza fogják vezetni. Belarus jelenleg az egyetlen ország Európában, ahol van halálbüntetés, és ha Oroszország kivezeti a moratóriumot, akkor Oroszország lesz a másik. A harmadik dolog pedig, amire számítok, az pedig a háborús eszkaláció. Tehát nem hiába próbálja Oroszország összekötni, az orosz hatóságok próbálják összekötni Ukrajnával. Abszolút lehet ez egy indok az orosz hatóságok kezébe, hogy egészen népszerűtlennek, az abszolút népszerűtlen kategóriába eső mobilizációt meghirdessék ismét, 2022. szeptemberében volt. Valamelyik orosz vezető meg háborúnak nevezte az
eddig általuk különleges katonai műveletnek nevezett háborút valójában. Putyin szóvivője azt mondta, hogy különleges katonai műveletnek indult, de a nyugat segítsége vagy támogatása Ukrajnának felfedte Oroszország valódi ellenfeleit, ellenségeit, és ez már inkább háborúnak tekinthető. Ez jelent valamilyen plusz mozgósítást, plusz erőknek a befektetését, máshogyan állnak az oroszok ehhez a háborúhoz, máshogyan állnak a mostani támadás miatt, tehát hogy okoz-e valamilyen változást a háború mellett, és ez már tényleg az utolsó kérdésem. Hogy ezt megválaszoljam, itt behozok egy másik verziót, ami az ukrán médiában terjed. Az ukrán média azt mondja, hogy az egész merélete mögött orosz nemzetbiztonsági hivatal és Vlagyimir Putyin személyesen áll. Ahogy 1999-ben a Oroszország 4 városában elkövetett lakóházak elleni merényletek, terrormerényletek okot adtak az akkor még frissen miniszterelnöki pozícióba választott Putyinnak, hogy konszolidálja az orosz társadalmat és elindítsa a második csecsen háborút. Úgy érvelnek az ukrán médiumok és különböző ukrán döntéshozók, úgy ez a merénylet is lehetőséget fog adni Putyinnak, hogy még inkább konszolidálja az orosz társadalmat, meghirdesse a mobilizációt, és még erőteljesebben neki menjen Ukrajnának, államosítsa a nyugati cégeket, átálljon hadigazdaságra, és még erőteljesebben neki menjen Ukrajnának. Hát ezt az álláspontot is nagyjából hasonló valószínűséggel kezelem, mint az ukránok lehetséges szerepét ebben a merényletben, tehát inkább a zéróhoz konvergál. Ahogy említettem, semmi sem lehet kizárni, de ez inkább zéró. Azért legyünk tekintette arra, és itt válaszol meg a kérdésedet, hogy Oroszországon Vlagyimir Putyin hatalma gyakorlatilag teljes körű. Ez még inkább így van az oroszországi elnökválasztásokat követően, tehát most újabb 6 éves ciklusát kezdte meg papíron 87%-os támogatás mellett. Tehát Vlagyimir Putyin gyakorlatilag azt csinál, amit akar. Most nyilván kicsit túlzok, de ha szeretné, akkor mobilizálni fog. Ehhez nincs szüksége merényletre, nincs szüksége háború meghirdetésére. Ez a jelenlegi viszonyok, feltételek mellett is tökéletesen folytatható, meghirdethető. Az orosz média, ha kell, akkor úgy keretezi mondjuk az ukrán támadásokat Belgoroddal szemben, hogy ez az orosz államisággal szembeni kihívás, amire csak is mobilizáció lehet a válasz. Most csak egy példát mondtam, de bármelyik információs eseményből lehet kreálni egy megfelelő orosz választ, ha a hatóságok úgy akarják, és megvannak hozzá megfelelő eszközeik. Ha ugye cenzúra van, totális a média kontroll, tehát ha a hatóságok úgy akarják, akkor úgy keretezik a merényletet, hogy Ukrajnának egyértelmű felelőssége van, és az orosz lakosság 80%-a nem fogja megtudni, hogy igen vagy nem, mert annyira teljes körül az orosz kormányzati média jelenlét, és annyira nincs ugye ellenzéki média, hogy ugye azt fogadják el, ezt azt hiszik el, amit a kormány mondani fog nekik. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy nem kell hozzá semmilyen külső körülmény, nem kell hozzá mondom, a különleges katonai műveletnek az átminősítése háborúvá. Ha a politikai szándék megvan, akkor az orosz hatóságok azt fogják meglépni, amit éppen Vlagyimir Putyin jónak lát. Világos. Követni fogjuk akkor a híreket, meg a történéseket, és leghamarabb, vagy legkésőbb csütörtökön folytatjuk majd a beszélgetésünket a harctérben. Bendarzsevszki Antonnak köszönöm szépen, hogy itt volt velünk voltál, és köszönöm szépen a Mandiner Stratéga nézőinek és hallgatóinak, hogy hallgattak bennünket. Érdemes lesz követni bennünket a továbbiakban is. Csütörtökön is itt ezek, és Anton is itt lesz velünk. Jövünk majd a harctérrel. Addig is viszont látásra, viszont hallásra. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.